Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nehezen indult el az idei szekszárdi téli labdarúgó terembajnoksága jelentkező csapatok számának csökkenése miatt. 10 csapattal, 2 ötös csoportban kezdődött meg decemberben a játék az alapszakaszban. Február első vasárnapján a helyosztókat és a bronzmeccset rendezték, valamint a legvégén a bajnoki címért játszottak a döntőbe jutott csapatok. Amíg más városokban különböző kupákért küzdenek két heti vagy csak havi rendszerességgel az amatőrök a téli futball holtidényben, Szekszárdon már 27 éve terembajnokság zajlik, december közepétől február elejéig. Máskor kitartott egészen a nagypálya kezdetéig ez a sorozat, mert annyi csapat jelentkezett. Most örülni kellett annak is, hogy 10 együttes, benevezett, változnak az idők e tekintetben is. Nagyon sajnálatos, hogy elfogytak azok az emberek, akik még szeretnek futballozni és amatőrként jönnek futballozni. A szervezéskor újra szerettük volna éleszteni a kupát, mert tavaly már nagyon alul volt a dolog. Most végére 10 csapat jött össze. Két ötös csoportban zajlott a 2019-2020-as szekszárdi téli kispályás terembajnokság az alapszakaszban. Negyeddöntőket, elődöntőket rendeztek aztán, így jutottunk el február első vasárnapján a helyosztókig, annak a legvégén jött a döntő. Érdekes, hogy az utóbbi másfél évtized két meghatározó csapata, a Tomagló és a Long Step, magyarul hosszú lépés, egyike sem jutott a fináléba az idén. A DZ hűtéstechnika korban tudásban jó összetételű csapata, amely fekete-fehérben lépett pályára a döntőben is, az idén valóra tudta váltani esélyességét. A döntőben is igazolták ezt, ahol a meglepetés csapatnak számító roma önkormányzatot egyszerűen 6-2-vel intézték el. Végig a fehérek domináltak, olykor kisebb tűzijátékot is rendeztek a narancssárga felsőben pályára lépő roma származásúak csapatának kapuja előtt. Többnyire hasonló szituáció után lőtték mind a 6 góljukat, mint a másodikat, végigpasztolva, zicserig kijátszva. A kétségtelen fölényük ellenére sem volt unalmas meccs a döntő, a roma csapat küzdött becsülettel, így nem csak ígéretes ellentámadásokra, 2 gólra is tellett erejükből, mindkettőt Dudás Gergő, egyébként a Kölesd megye 2-es játékosa szerezte, a másodikat egy közeli szabadrúgás után. Új győztes született a városi teremfoci bajnokság 27 éves történetében. Ez a szekszárdi és környékbeli fiatalabbakra, idősebbekre egyaránt építő DZ hűtéstechnika, amelynek ma is Györkönyből is vannak futballistái. A tolnai bajnokságban korábban, az Altaripában már vitézkedett a csapat. Nagy része inkább a szekszárd környéki játékosok, mi egy páran Györkönyből vagyunk. A Tomaglót várták a döntőbe, akitől még a csoportmeccsen 1-0-ra vesztettek, persze nem bánták, hogy a visszavágót elnapolták. Azt gondolom, hogy ő volt igazán a mi ellenfelünk. Nagyon jó játékosok és rutinos játékosok alkották. Nagyon jó kis meccset játszottunk, én a döntőre is őket vártam. Így sikerült. Lehet, hogy most ezért nyertünk. Gratulált az új győztesnek a roma önkormányzat csapata is, amely azzal, hogy eljutott idáig, bizony várakozás fölött teljesített. Nem akárki jutottak túl az elődöntőben. A Tomagló csapatát győztük le büntető rugásukkal, és egy nagyon jó mérkőzés volt. A szerencse mellettünk volt, és a hetesekkel meg tudtuk azt nyerni. Az egész megyéből voltak nálunk játékosok, főleg a szekszárdiakra épül ez a csapat, nagyon sok roma tehetség is van a csapatunkban, és hát szeretnénk tovább ezt folytatni, hogy egy olyan csapatot tudjunk mindig ezen a kupán szerepeltetni, ami tényleg megfelel a szintnek. Egyébként a romák éltetik ezt a terembajnokságot, a szekszárdit, mert a Dankó Ese is az ő színeikben lépett pályára.
Két csapatunk is van, van a Kisdankó csapat, meg van most a Roma Önkormányzat csapat, tehát mind a két csapattal megpróbálunk tehát az első helyezésig elérni. Most nekünk sikerült, ma jövőre lehet, hogy a Kisdankónak. A 27. városi téli kispályás terembajnokság végeredménye. Első a DZ hűtéstechnika, második a Roma Önkormányzat, harmadik a Tomagró, negyedik a Long Step, ötödik a brazilok. A torna gólkirálya Pír Dániel lett a Longstep csapatából, a legjobb kapusnak pedig a Tomagrós Bogáncs Gergőt választotta a bajnokság szervezőgárdája. Szép gesztus volt az ünnepélyes eredményhirdetés végén, amikor az eddig mind a 27 torna levezénylésében résztvevő két egykori játékvezetőt, Lubassik Istvánt és Bogos Mártont külön díjjal köszöntötték. Jó helyre került, szépen hasznosul a Magyar Vívószövetség mentővnek számító 3-4 évvel ezelőtti jelentős támogatása, amit a szekszárdi kórházese vívószakosztályának adott a sportág irányító testülete. Újra élettel, pontosabban versenyzőkkel teli a szekszárdi törvívók edzőterme, és alig rendeznek olyan régiós versenyt, ahol szekszárdi vívó ne lenne a mezőnyben. Kitörés, hopp, gyerekül, és még egyszer. Nem csak a védekezést, hanem az abból való visszaszúrást is gyakorolják a vívópalánták a kórházese egyik hétközi edzését. 3 évvel ezelőtt a lenni vagy nem lenni kérdése lebegett a szekszárdi vívók feje fölött. És akkor a legjobbkor jött a Magyar Vívószövetség vidéki műhelyek megmentéséhez szolgáló nem csekély támogatása. A további működéshez elengedhetetlen eszközöket, vívófelszereléseket kapott a klinikai halál állapotához érkezett szekszárdi vidéki kis vívóknak. A pozitív változás ma már tetten érhető. 30 gyerek jár rendszeresen a szekszárdi klub profiljába tartozó tőrszakág edzéseje. Korábban elég macerás volt mindig behozni az adott felszereléseket, így gyakorlatilag sokkal könnyedébbé válik, gyorsabbá válik a felkészülés és a versenyre való készülés egyáltalán a villanyjal. A mennyiségből, ennyi gyerekből kiválasztódik a vívásban is a minőség, de nem erre megy rá az edző, hanem arra elsősorban, hogy újra stabil bázisa legyen a vívósportnak a városban. Noha újra ott vannak rangos versenyeken, vannak már dobogós helyzetjeik is, de akik a középmezőnybe végeznek, azoknak a képzése, fejlődése ugyanúgy fontos, mint az ebből kiemelkedőké. Készülünk a Diákolimpiára, most ez 2 hét múlva lesz. Zalaegerszegen rendezik ezt a versenyt. Tehát különböző versenyekre amennyire tudunk, igyekszünk eljutni. Tehát ez fontos, hogy ezeket a gyerekeket való megmérettessük. Van egy olyan réteg, amelyik csak azért jár le, akik csak azért jönnek, hogy kicsit megmozgassák magukat. Nyilván ezek a gyerekek partnerek, vívó partnerek a többiek részére. A másikok pedig nyilván a csoport másik része pedig versenyre készül. Rendszeresen elviszik őket, edzőtáborba jutunk el, én is jó magam több edzőtáborba, edzőképző edzőtáborba vettem részt, ide tudok vinni gyereket is, és így fejlődünk, próbálunk kicsit előre menetelni. A nagy egyesületek azok elviszik azokat a komoly helyeket, akár a 10-15-20-ig is, akik gyakorlatilag nem olyan szinten, nem olyan intenzitással vívnak, nem olyan intenzitással tartják az edzéseket, főállású edzőik vannak, de nyilván nem tudjuk ezekkel fölvenni mi a versenyt. Azért már most van olyan srác a serdülők között, aki felveszi, még inkább fel fogja venni a versenyt a hazai legjobbakkal. A budapesti korosztályos versenyen például nem talált legyőzőre Lampert Barna. A döntőben érdekes módon egy egyiptomi vívó ellen kellett győznie az aranyéremhez. A koncentráció nagyon fontos, és azt gondolom, hogy maximálisan próbáltam koncentrálni az összes asszóban, illetve azokat, amiket edzésen gyakorlunk, azokat is próbáltam minél jobban végrehajtani. A 2016-os Riói olimpia után tetszett meg nekem ez a sportág, és utána döntöttem úgy, hogy akkor megnézek egy edzést, és azóta is itt vagyok. Én azt gondolom, hogy a középmezőnyben foglalok helyet, vannak sokkal jobb vívók nálam, de azt gondolom, hogy egy középmezőny az a reális. Minél többet szeretnék ezzel a sportággal foglalkozni, és én azt gondolom, hogy felnőttként is szeretném csinálni. Rangos versenyek mellett az országos diákolimpián is az egyik hazai főversenyen lesz nem is egy szekszárdi vívó a mezőnyben.
Jó ötlet volt a szekszárdi Aliszka Taekwondo Klub által kezdeményezett küzdősport expo. A hagyományos ökölvívástól és a kickboxtól elindulva a különböző karate szakágakon át, a grapplingig és kendoig is eljutva bemutatkoztak a legnépszerűbb küzdősportok kisteremben és a nagy színpadon a szekszárdi sportcsarnok küzdőterén egyaránt. A nap sztárvendége Erdei Zsolt, egykori profi ökölvívó világbajnok volt, aki a nézők tucatjait bevonva közel egy órás, rendkívül hangulatos mintaedzést vezényelt. Egyszerre egy időben élőben látni ismert népszerű küzdősportokat bemutatkozó jelleggel bizony ritkán adódik erre lehetőség. Nos, ezért is volt hiánypótló a szekszárdi taekwondósok vezetőjének Rácz Petrának kezdeményezése az első küzdősport expo. Karatésok, VKF-esek, Kyokushin Kai stílus képviselői, kickboxosok, a hagyományos ökölvívás, a taekwondósok, a kendósok kibontják a szinte kivétel nélkül ázsiai eredeti küzdősportokban rejlő mozgásművészetet, az egyénre gyakorolt fiziológiás, emocionális hatását, vagyis a személyiség építés lehetőségét, még akkor is, ha nem űzzük versenysportként ezeket. Sokkal nagyobb a marketing értéke is ennek, ha egyszerre több sportág, több szakága jelenik meg, mintha egy-egy sportág próbálja reklámozni, eladni önmagát. Jó volt látni, hogy a legkisebbeknek, a sportágból még csak rávezető mozgásokat tanulóknak külön edzést is tartottak a trénerek a szülők jelenlétében. Például a szekszárdi taekwondósok, akik remek eredményeket produkáltak az elmúlt évben, de fontosnak tartják továbbra azok a megtartását is, akik nem óhajtanak versenyezni. Nézőkben, érdeklődőkben nem volt hiány az expón. Köszönhető annak is, hogy a szekszárdi szervezők meghívták a még mindig népszerű, nemrégen visszavonult világbajnok profi ökölvívónkat, Erdei Zsoltot, aki megismertette a nagy érdeműt az általa prezentált és a budapesti róla elnevezett madárfészek elnevezési klubban bizonyára sokszor bemutatott erdeiféle egyórás boxedzést, ami bevezető a sportág ABC-jébe. Azért arra megy ki a játék, hogy egymást megütjük. De igazából, ha azt veszük, hogy a többi sportág milyen, ott is mennek a küzdelmek, ott is mennek a harcok. Ott viszont úgy kapja az ember alattomos módon az ütéseket, mondjuk egy vízilabdában, egy kézilabdában, vagy egy futballban, és még sorolhatnám a többi sportágat, amikor nem számít rá. Itt viszont mi fel vagyunk vértezve, mi megtanulunk kellene védekezni. Az óra első harmadában az alaplépések után az egyik alapütés a balegyenes rejtelmeibe vezette be az edzés tanulás vállalókat, a népszerű sportember. Lehetett néha puskázni is, hiszen az önbizalmat növelően beálltak a sorba az Unió Box Team Szekszárd profi ökölvívó is, akik maximális odafigyeléssel követték példaképük utasításait. Madár a rájellemző szeretettel segítette, biztatta a lámpalázasokat, a kisítőeket, közéjük, melléjük lépve. Az edzés végére az ügyesebbek eljuthattak az egyenes horog felütés alapkombinációig. Hát igen, a gyorsaság. Erdei Madár Zsolt ugyan szedett föl cirka 10-15 kilót, amióta felhagyott a versenyzéssel, de legendás gyorsasága most is még lenyűgöző, amiből ízelítőt kaphattunk. Viccesen mutatott rá a védekező kéz hiányára az egyik fiúnál, vagy éppen a lányokkal poénkodott. Az első szekszárdi küzdősport export megtisztelte jelenlétével Patakfalvi Miklós, a Magyar Taekwondo Szövetség elnöke is, aki a rendezvény üzenetét is megfogalmazta. Valóban egy fantasztikus kezdeményezés, minden ilyen, ahol a küzdősportok megmutathatják magukat, az egy nagyszerű dolog. Nem lehet eléggé népszerűsíteni egyetlen küzdősportot sem, hiszen annyi pluszt ad mindenkinek. Nem elég az, hogy ugye a mozgáskoordinációba, ügyességbe, hajlékonyságba, gyorsaságba, tehát a képességekbe, a fizikai képességekbe rengeteg pluszt tud nyújtani, de minden egyéb területen. Tehát, hogyha azt veszük, hogy a szellemi képességek tekintetében, a koncentrációban, a lelki tényezőkben, a becsületes küzdőszellem kialakításában, az udvariasságban, amik mind ezeknek a küzdősportoknak a sajátjai. Tehát, hogy ezekkel meg tudjuk ismertetni a fiatalokat, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa, és ebben Petra kezdeményezése azt hiszem nagyszerű. Feltehetően folytatása is lesz ennek a szekszárdi kezdeményezésű rendezvénynek, a Küzdősport Expónak.
Hétvégén kezdődött az öreg fiúk műfüves terembajnokság selejtezőköre. Az A és B csoportba egyaránt 5-5 csapatot sorsolt a szervező, MLS Baranya megyei igazgatósága. A délelőtti csoportkört a Bonyhád együttese nyerte, míg a délutáni szekcióból a Bói Ese a továbbjutó. Erős csapattal érkezett a Kozár Mislenyese az öreg fiúk műfüves terembajnokságra. A gárda a Szederkénnyel, a Bonyháddal, a Komlóval és a DD Gázzal került egy csoportba. Itt egy jó kis felkészülés, egy jó játék, én mindig azt mondom, ide el kell jönni, le kell játszani azt a 4 meccset, vagy 3 meccset, attól függ, milyen csoportba kerülsz. Baráti alapon meg kell inni utána a sört, aztán az eredmény meg majd valami lesz, vagy jön magától, vagy nem jön. Ha nyerünk, úgyis jó, ha nem, nem. Ez egy baráti játék, szórakozunk, nagyon jó téli felkészülés. Eddig 2 meccset játszottunk, mind a 2-t megnyertük, a Szederként vertük 1-0-ra, meg a DD Gáz 4-2-re, de hát... Hogy mondjam, ettől a játékos állománytól is várható volt, hogy meg kellene nyerni ezt a 2 meccset. Hát a nagypályán a tavaszi szezonban, őszinte leszek, kimondom, úgy érzem, hogy nekünk, ha valamit akarunk elérni, akkor minden meccset meg kell nyerni, és azért ezzel a játékos állománnyal talán ez benne is van a pakliba. A Szederkényi Ese is ütős gárdával érkezett, de nekik nem úgy indult a nap, ahogy tervezték. Szokásos öreg fiúk Szederkényi csapattal érkeztünk, valamennyire hiányosak vagyunk, létszámban nem tudtunk teljes létszámban eljönni, de csapatnak a magja az itt van. Komlóval kezdtünk, egy X-et sikerült elérni, ez igazából ilyen kiki meccs volt, úgyhogy ott inkább győzelemre számítottam. A második mérkőzésünk a Kozár Mislenye ellen volt, ugye ők köztudottan egy nagyon jó csapat, nagyon egybe van a gárda, őtőlük kikaptunk sajnos, úgyhogy 1 győzelem és 1 vereség eddig. Igazából felkészülésként tekintünk erre a bajnokságra is, most 2 meccsünk van még vissza, szeretnénk legalább 1-et nyerni, de jó lenne mind a 2-t behúzni. Már hagyomány, hogy a nagypályás, szabadtéri téli bajnokság mellett az MLS Baranya megyei igazgatósága megrendezi az öreg fiúk műfüves terembajnokságot is. Liszácz Mihály nem csak a szervezésben vett részt, hanem a DD Gáz csapatát is erősítette. Öregfiú bajnokságban a futball szerelmesei futballoznak. Azok, akik fiatalkorukban nem biztos, hogy befutották azt a karriert, amit szerettek volna, és még mindig szeretnék jól érezni magukat, jó társaságban lenni, és sportolni, és egészségesnek tudni magukat. A nagypályás labdarúgó mérkőzés a bajnokságra, ez egy felkészülési torna, ugyanazok a csapatok ellen. Hát a véletlen úgy hozta, hogy ez a mai, az induló torna a ma délelőtti, és talán a legerősebb csapatokat sorsolták össze, úgyhogy így jött ki, hogyha jól érezzük magunkat. Sajnálatos mondta, az egyik játékosunk enyhe izomszakadás szenvedett, megsérült, de hát reméljük, hogy a továbbiakban sérülésmentes és jó hangulatú mérkőzések lesznek. A Gáz Műregfiú csapatában sajnos a rangidősre rám maradt az, hogy itt a csapatot szervezzem, mert aki egyébként edzeni vagy hát ilyen összerakni szokott a csapatot, ők most éppen nem értek rá, úgyhogy ezt próbálom szervezni. Hát egy tisztes helytállásban azért reménykedtünk ennél kicsit jobb eredményben, de még van vissza előttünk 2 meccs, úgyhogy egyelőre 50%-án vagyunk túl. A kozármislenyiek ezután 2-szer is vereséget szenvedtek, míg a szederkényiek mindkét hátralévő meccsüket megnyerték. Az A csoport küzdelmeit 3 győzelemmel és 1 vereséggel a Bonyhád nyerte, így ők jutottak a február 15-i döntőbe. A délutáni B jelű csoportból pedig a Bói Ese lehet ott a fináléban. A C és D csoport selejtezőjét február 8-án rendezik. Baranya több településéről érkeztek az úszók a Diákolimpiai Bajnokság megyei fordulójára. Az országos döntőre csak az első helyezett egyéni versenyzők, illetve váltók jutottak. Az úszó Diákolimpiai Bajnokságban 1 tanuló 2 egyéni versenyszámban, illetve váltóban állhat rajthoz. A megyei döntőn óriási volt a küzdelem, zsúfolásig megtelt az Abai Nemes Oszkár sportuszoda. A gyerekek többsége más sportágat űz versenyszerűen, de sokan úszásban is rendkívül tehetségesek, mint Szilasi Molnár Zoé. Gyors úszásba és mellúszásba indultam, és nem tudom, hogy jó lett, szerintem igen. Szeretsz úszni egyébként? Igen. Kovacsics Zoé Dóra szinkronúszóként kezdte, most pedig szertornára jár. Gyorsúszásba és mellúszásba is szerintem jól sikerült. A Bánki Donát utcai általános iskolában nagy hagyományai vannak a vizes sportágaknak, hiszen az intézmény saját úszodával rendelkezik. Az idei megyei döntőre is az egyik legnépesebb csapattal érkeztek. Fő csapás irány nálunk, ugye mivel úszodával rendelkező iskola vagyunk, az úszás, és
Három osztályon, vízisport osztályt indítunk, azok hetente négyszer vesznek részt az úszáson, és ezekből a gyerekekből választják idővel, akik élsportra is szeretnének jönni. Most jelenleg 10 gyerekkel jöttünk. Ugye hát az élitoron ellenfelek vannak, akik minden nap részt vesznek az edzéseken, és hát még olyan eredményeket nem tudtunk elérni, de azért ez már egy kezdet, ha valaki el szeretné kezdeni ezt a sportágat. Most voltak először versenyen, egy kis versenyszellem kialakítása az nagyon fontos, illetve hogy megszeresse ezt a sportágat ugye az úszás, illetve aki esetleg a vízes sportot választja, az úszáson kívül ez nagyon jó alapú szolgál. A megyei döntőre a pécsi iskolákon kívül többek között Szigetvárról, Siklósról, Harkányból és Mohácsról, valamint ezek környékéről is érkeztek csapatok. Első korcsoporttól kezdődően, az 5.-6. korcsoportig bezárólag 5 korosztály fog ma versenyezni. Különböző úszásnemekben a kicsiknek 50 méter, és ahogy megyünk feljebb, majd lesznek 100 méteresek. Zömében egyéni verseny, de a 2. korcsoporttól kezdődően van 4x50 méteres gyorsúszóváltó is. Nagyon-nagyon jó képességű gyerekek vannak ugye az országban, akik nem igazoltak, de hát jól úsznak. Mert hát ugye indulhatnak itt vízilabdások és triatlonisták, és akkor akik azért szoktak úszni. Minden korcsoport minden verseny számából csak az első helyezettek jutottak tovább az országos döntőre. A megyei küzdelmekben egyébként több mint 25.000 tanuló és csaknem 4.000 váltó vett részt országszerte. 6 korcsoport A és B kategóriában versenyzett a párbajtőr diákolimpia országos elődöntőjén. Összesen 32 pécsi versenyző ért el érmes negyeddöntős helyezést, tehát jutott be az országos döntőbe. A diákolimpiai bajnokságban a versenyengedéllyel nem rendelkező, az iskolai vívóprogramban résztvevő gyerekek is versenyezhetnek, így a korcsoportokon belül ők a B kategóriát képviselik, míg a már versenyzői engedéllyel és több tapasztalattal rendelkezők az A kategória versenyszámaiban indulhatnak. A párbajtőr diákolimpiai bajnokság országos elődöntőjét a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos gimnáziumában rendezték. Szerencsére a Magyar Vívószövetség által beindított iskolavívó program és az egyéb sportek, kormányzati sportek fejlesztési támogatásának köszönhetően a klubok anyagilag megerősödtek, és ennek köszönhetően jelentősen tudnak az utánpótlást is építeni, illetve párbajtőrben ki kell emelnünk az olimpici mozgalmat, amit egyébként Pécsről Lukács István indított útnak, amely alapja annak, hogy egy-egy párbajtőr versenyen 100 fölötti létszám összejöhet egy-egy korcsoportban, ami azért elég speciális és nagyon mély merítési bázist jelent. Ennek a mozgalomnak köszönhetően a felnőtt válogatottban már 3 olyan vívó is van, aki az olimpiciből nőtte ki magát. Ugye a pécsi Berta Dániel, aki most már ugye a Honvédba vív, a tapolcai Sikósi Gergő, szintén honvédos, és a budapesti vasutasoknál vívó András Vitibi is ebből a mezőnyből jött már ki. Bízunk benne, hogy a közeljövőben ismét pécsi nevekkel bővíthetjük ezt a sort. Hardi Ádám versenyszerűen vív. Ő lett a 6. korcsoport A kategóriájának fiúgyőztese. Ádámnak fontosak a diákolimpiai versenyek, de ő a szakosztályi megmérettetésekre készül igazán. Számomra fontos, ugyanis ez egy, hát mondhatjuk, státuszszimbólum talán az iskolában. Első lettem, 8 versenyző jut tovább az országos diákolimpia döntőre, és hát ez sikerült elérni. 4 éve vívok, előtte úsztam nagyon sokáig, viszont egy idő után már nagyon unalmasnak tartottam, és valami izgalmasabb sportágat kerestem. Áprilisban kezdődik az előválogatói szezon, utána június elején lesz itt Pécsett egy előválogató, amik már pontot gyűjtenek, pontot lehet szerezni rajtuk, és az igazi válogatás az EB-re, VB-re, az majd szeptemberben kezdődik. Először szeretnék jutni EB-re, VB-re, válogatott keretbe bejutni, világversenyeket járni, és utána, hát utána határa csillagos ég. Berta Dániel a híres pécsi balkezes edzésprogram alapján kezdte pályafutását. Volt korosztályos világbajnok is, jelenleg az olimpiai keret tagja. Én 2004 szeptemberében kezdtem vívni. Én a pécsi református általános iskolába jártam
iskolába, és Sanyi bácsi, a nevelőedzőm, az egyik tanórára bejött toborozni, és akkor nekem ott megtetszett ez, hogy egyáltalán van vívás az iskolába, és akkor otthon a szüleimnek mondtam, hogy én úristen, én vívó leszek. Hát nem fűztek hozzá nagy remény, de lementem az első edzésre, és utána ott is ragadtam. Felnőtt válogatott csapattagja vagyok. Kedden utazunk ki Vancouverbe, és az olimpiai kvalifikációért küzdünk. Most jelenleg jó helyünk van a világranglistán, illetve a kvalifikációs ranglistán. 5. pozícióban vagyunk, ami kijutó helyet jelent. A pécsi vívók összesen 3 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szereztek hétvégén, és összesen 32 pécsi versenyző jutott az országos döntőbe. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, benne Baranya és Tolna megye friss sporthíreivel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!